Új gyermekotthon épült. A korábbi 160 férőhelyes Mátészalkai Gyermekvédelmi Központból 48 férőhelyet váltottak ki egy új épülettel. Lefoglalt termékek. A telephelyén csaptak le az ellenőrök egy zöldséggyümölcs kereskedőre, akinél többek között igazolatlan eredetű árut és több milliós pénzkészlet eltérést tártak fel. Részletes beszámoló. Felkészült egy esetleges rendkívüli téli időjárásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a társszervezetekkel együtt. A korábbi 160 férőhelyes Mátészalkai Gyermekvédelmi Központból 48 férőhelyet váltottak ki egy új épülettel. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A kétszintes, négy lakóegységből álló új gyermekotthon uniós forrás bevonásával épült a Szatmári városban. A projekt zárórendezvényén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője azt hangsúlyozta, a fejlesztéssel a gyermekvédelemben nevelkedő gyermekek társadalmi integrációját segítik. A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ 160 férőhelyes, itt 3-tól 18 éves korukig nevelkednek a gyerekek. Úgynevezett kitagolásukra épült meg a régi intézmény szomszédságában egy modern, kétszintes gyermekotthon. Nem bővítés ez a jelenlegi gyermekotthon, hanem az ott élő gondozottakból, létszámából 48 gyereknek, fiatal felnőttnek az átköltöztetésére kerül sor. 4-12 fős gyermekcsoportban fognak élni itt a gyerekek. A gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelő négyzetmétereken, szakmai létszámmal, szakmai kisegítő személyzettel, pszichológussal, fejlesztő pedagógussal megtámogatva, hiszen a pályázatnak a neve is ez, hogy a gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője a projekt záró rendezvényén kiemelte, a fejlesztés a tervek szerint itt nem áll meg a Szatmári városban. Az a tervünk, hogy Mátészalkán folytatjuk a kiváltást 2016 tavaszán, lehet benyújtani a pályázatokat, és teljesen kiváltjuk a mostani tömegintézményt lakásotthonokra, gyermekotthonokra. A főigazgató hozzátette, jelenleg 18 ezer gyermek él állami fenntartású intézményben, 4500-an pedig egyházi vagy civil fenntartású helyen nevelkednek. A gyermekvédelmi rendszer reformja pedig, amely pár évvel ezelőtt kezdődött el, azt szorgalmazza, hogy a gyerekek nevelőszülőkhöz kerüljenek. Először a 3 éves kor alattiakat kellett rögtön nevelőszülőhöz elhelyezni, illetve a bent lévőket kigondozni. Most a 6 éves koroknál tartunk, és 12 éves korig el kell menni. 65% van jelenleg nevelőszülőknél az állami gondozottak között, de az a helyzet, hogy szükség van a gyermekotthonokra, lakásotthonokra, tehát vannak különleges szükségletű, fogyatékkal született gyermekek, vagy fogyatékosságot szerző gyermekek, speciális szükséglet és testvérsorokat is jellemzően gyermekotthonba lehet elhelyezni. A rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő kiemelte a gyermekvédelmi rendszert és a nevelőszülőket is segíti a kormány. A nevelő szülői hálózatban már az anyák, illetve a szülők főállásúak, társadalombiztosítást fizetnek utánuk, tehát azt gondolom, hogy itt is minél jobban hasonlít a családhoz, és a fő cél az, hogy minél kevesebb gyereket helyezünk el most már ilyen bentlakásintézménybe, és minél több gyerek helyeződjön el családhoz, ezért nevelőszülők képzésbe kezdtünk, tehát azt gondolom, hogy a kormány a családpolitikának minden szálát, a család normál családoló felnevelést, és ha kell, akkor pedig az örökbefogadó család felnevelését is támogatja. A gyermekotthonba hamarosan beköltözhetnek a gyerekek, a kétszintes épület lakóegységeit modern bútorokkal és háztartási gépekkel szerelték fel, a beruházás során orvosi szobát, közösségi tereket és játszóteret is kialakítottak. A telephelyén csaptak le az ellenőrök egy zöldséggyümölcs kereskedőre, akinél többek között igazolatlan eredetű árut, több milliós pénzkészlet eltérést és LKR számhiányt tártak fel. A hatóság által lezárt telephelyet másnapra feltörték, így az eljáró hivatalok ebben az ügyben is feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Közös hatósági ellenőrzést végzett a NAV és a NÉBIH a nyíregyházi nagyboni piacon, ahol kiderült, hogy az egyik legnagyobb zöldséggyümölcs kereskedő nem vett részt az aznapi értékesítésben. A hatóságok munkatársai felkeresték a vállalkozót a telephelyén, ahol számos szabálytalanságot tártak fel. Mint kiderült, ő a saját telephelyén hajnal 4 óra óta folytatta az értékesítést,
ezzel elkerülve megpróbálta elkerülni a piaci ellenőrzést. Kollégáink kiérkeztek a helyszínre, és azt tapasztaltuk, hogy az addig eltelt időszakban több millió forintos értékesítést végzett már. Pénzkészletegyezés vizsgálata során azonban kiderült, hogy sajnos nagyon sok pénz hiányzik a kasszából. Ez azt jelentette, hogy több millió forintot menekített már ki arról a telephelyről. Arra hivatkozva, hogy biztonsági okból távolította el ezt az összeget az aznapi értékesítés során. Erre az adótörvénynek nem adnak lehetőséget, tehát itt bent kellett volna tartani a kasszába ezt a pénzkészletet. Az árukészlet ellenőrzésekor minőségi és jelölési problémákat is találtak a Nébih ellenőrei, aminek következtében 20 tonna zöldséget és gyümölcsöt vontak ki a forgalomból 5,2 millió forint értékben. Az ellenőrzés során egy lengyel kamiont is találtak a telephelyen, amelyben ismeretlen eredetű áru volt. Ezt is megsemmisítették. A vállalkozónak felelnie kell a pénzkészletegyezőség hiányára, illetve arra is, hogy igazolatlan eredetű árut árusított, illetve tárolt ezen a telephelyen, valamint az LKR szám igénylésének a hiányára is. Ők azt állították, hogy azért nem igényelnek LKR számot, mert már nem első forgalmazóként vesznek részt a kereskedelmi láncolatban. Azonban, mint kiderült, egyetlen árumozgásra sem igényeltek a korábbiakban sem LKR számot. A hatósági zár alá rendelt termék zár aluli kivonásának kísérlete miatt pedig feljelentést tettünk az ismeretlen tettes ellen. Az akcióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztálya, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal kiemelt ügyek igazgatósága vett részt. Felkészült egy esetleges rendkívüli téli időjárásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatósága társszervezetekkel együtt. Ezt a megyei védelmi bizottság elnöke állapította meg. A felkészülésben résztvevő szervezetek decemberi beszámolóját hagyományteremtőnek nevezte Kozma Péter, ahol bejelentették egy életmentő konvoj létrehozását is. A téli rendkívüli időjárási körülmények kezelésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felállított egy ideiglenes operatív törzset. A törzs feladata lesz az érintett szervezetek és a munkálatok koordinálása. A megyét érintően mintegy 12 ezer fővel és több száz munkagéppel képes a beavatkozásra a katasztrófavédelem. Példaértékű az együttműködés itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Minden szerv részéről, illetve minden szolgáltató részéről, és most, hogy decemberben vagyunk, és készülünk a térre, el kell, hogy mondjam, hogy a Védelmi Bizottság szervezete, beleértve a katasztrófavédelmet, rendőrséget, felkészülten várja az esetleges télejáró kihívásokat, és köszönet ezért minden érintett vezetőnek és minden dolgozónak, aki a megyében azon munkálkodik, hogy az emberek nyugodtan államra tudják hajtani fejüket, ha elindulnak, úti céljukhoz elérnek, épségben, egészségesen. Ebben lesz a megyei katasztrófavédelem segítségére az operatív törzs irányítása alá tartozó életmentő konvoj, amelyet szükség esetén ebben az évben állítanak föl először. Az életmentő konvojt azért hozzuk létre, hogyha bármilyen olyan helyzet adódik, amit a rendkívüli télidőjárás miatt következik be, akkor meg tudjuk oldani a helyzetet. Mindenféleképpen egy hómoró vagy egy hókotró lesz benne, és a helyzettől függően lehet benne egy mentő, egy tűzoltó, vagy egy rendőrségi kocsi, vagy akár egy betegszállító kocsi, autóbusz, vagy egy kamionmentő, de most akár önkéntesek is jönnek ide különböző kvadokkal és különböző terepjáró technikai eszközökkel, akiket be fogunk vonni ebbe az életmentő konvojba. Tehát ez az életmentő konvoj soha nem fog egyben megmozdulni, hanem épp mindig a feladatra koncentrálva azokat az erőket, eszközöket fogjuk beletenni, amelyek szükségesek a helyzet megoldásához. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság már elrendelte a 24/24-es rendkívüli szolgálati rendet, ami azt jelenti, hogy szükség esetén a tűzoltók egyharmada is felszabadul egy esetleges téli rendkívüli helyzet megoldására, tette hozzá az igazgató.
Változtak a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok a tegnapi NAV átalakításra vonatkozó törvénymódosítás miatt, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Schiffer András. Az LMP országgyűlési képviselője kiemelte, ezzel a jogszabállyal a Fidesz már is átírta azt az országgyűlés által még az ősz elején elfogadott közbeszerzési törvénymódosítást, amely az állami vezetők hozzátartozóit tiltja el a közbeszerzésen történő részvételtől. A változás alig két hónap után annyi, hogy az LMP nyomására az bekerült a közbeszerzési törvénybe, hogy az állami vezetők hozzátartozói nem indulhatnak közbeszerzési pályázaton. Tegnap a Fidesz sunyi módon ezt a szabályt úgy szűkítette le, hogy az állami vezetőknek csak a egyháztartásban élő hozzátartozói nem indulhatnak közbeszerzési pályázatokon. Albánia, ahol még ön sem járt című úti élmény beszámolóval indult a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár turisztikai klubja. A rendezvényről a folytatásban szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Vereséggel zárta az őszi szezont a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese 4-2-es vereséget szenvedett a Szolnok otthonában. A hétvégén 22. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányöröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 7 magyar csapat mellett 3 szlovák és 1-1 lengyel, valamint román együttes lép pályára. Albánia, ahol még ön sem járt című útiélmény beszámolóval indult a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár turisztikai klubja. A tervek szerint az érdeklődők havi rendszerességgel ismerkedhetnek meg hazai és határon túli turisztikai értékekkel. Utazni rengetegen szeretnek, sokan utaznak is, de vannak, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy távoli országokat fedezzenek fel. Őket és azokat, akik esetleg újra át akarják élni korábbi élményeiket, várja a könyvtár turisztikai klubja, ahol interaktív formában mutatják be egy-egy ország vagy tájegység értékeit. Nagyon sok olyan kulturális turisztikai érték van a régiónkban, a megyénkben és határon túl, valamint a nagyvilágonban, amit érdemes megmutatni a nagy közönségnek. És ennek érdekében havonta egy olyan alkalmat teremtünk az érdeklődőknek, az utazni szeretőknek, akik megismerkedhetnek a helyi dolgokkal, megismerkedhetnek például a nagyvilág országaival, most ez alkalommal Albániát mutatjuk be. A klub vezetője Ratkai János idegenvezetőként számtalan alkalommal megfordult a sokak számára titokzatos országban, amely elmondása szerint már első látásra rabul ejtette. Albánia azon úti célok egyike, amely igaz nincs olyan messze, de viszonylag ismeretlen a utazó közönség számára, és úgy gondoltam, hogy egy olyan témával kezdenénk itt Nyíregyházán ezt az új kezdeményezést, amely érdekes lehet mindazok számára, akik még nem jártak, vagy szeretnének esetleg eljutni ebbe a különleges országba. A klub vezetőjével, aki évekig televíziós szerkesztőként is dolgozott, heti rendszerességgel találkozhatnak majd a Kölcsei Televízió nézői is. Péntekenként ugyanis Ratkai János lesz az egyik műsorvezetője Weekend című műsorunknak. Vereséggel zárta az őszi szezont a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttese 4-2-es vereséget szenvedett a Szolnok otthonában. A tabella élén a Gyirmót áll 33 ponttal. A 22 pontos Kisvárda Masztergúd a 6. helyen várja a tavaszi folytatást. A fejes gólok mérkőzése volt a Szolnok-Kisvárda találkozó, ugyanis a 6 találatból 5-5 fejjel szereztek a játékosok. A hazaiak vezetését Kornyutyák még kiegyenlítette, de a félidőt már a házigazda zárta előnnyel. A folytatásban újabb 2 gól szerzett a Szolnok, így kardos találata csak a szépítésre volt elegendő. A Kisvárda ezzel 5. vereségét szenvedt el a bajnokságban. Nagyon nagy csalódás volt számomra a mérkőzés. A soproni meccs után teljesen másra számítottam. Ezen a mérkőzésen is azok a játékosok kaptak zömében lehetőséget. Egy váltás volt, a belső védők Rasszűkarcsú kiesett, és a helyére a Sopron ellen pihenő, akkor sérültet jelentő Kornyutyak szerepelt. És a játéka nem is lehetett problémánk, lényegesen többet volt nálunk a labda.
sikerült helyzeteket kialakítani, viszont azokat nem értékesítettük. Az ellenfél pedig pontugásból megvert most minket, ami egyébként nem jellemző a csapatra. Ezen a mérkőzésen egyértelműen lehetett látni, hogy koncentrációs hiányosságok vannak. A tabella élén a 33 pontos Gyirmót zárta az őszi szezont megelőzve, a 27 pontos Zalaegerszeget és a 26 pontos Budaörsöt. A Kisvárda 22 ponttal a 6. helyen várja a folytatást. Ebben az őszben azért olyan buktatók is voltak, amelyek nem vártak. Ugyanakkor a csapatot keresgéltük, nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol nem biztos, hogy a legjobb együttes lépett a pályára, viszont meg kellett adni a lehetőséget. Elsősorban a kötelező fiatal szabály miatt azoknak, akik erre jogosultak voltak, másodszorban pedig azoknak, akik addig kevesebbet kaptak lehetőséget, és hát ugye voltak taktikai fölállási elvárások is. Ha egy hasonló szezont tudnánk tavasszal produkálni, akkor biztosan elégedettek lennénk. A Kisvárda tavasszal 10 idegenbeli meccs mellett mindössze 5-ször lép majd pályára hazai környezetben. A szakmai igazgató elmondása szerint a szünetben érkezhet néhány új játékos a csapathoz, amely január 6-án kezdi el a felkészülést. A hétvégén 22. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lány röplabda tornát. Szombaton és vasárnap 7 magyar csapat mellett 3 szlovák és 1-1 lengyel, valamint román együttes lép pályára a Móricz és a Kertvárosi iskola csarnokában. A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 9. alkalommal rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a 7. és 8. lányok számára kiírt röplabda tornát. A mezőny ezúttal is nemzetközi lesz, hiszen a legjobb hazai együttesek mellett Romániából, Csehországból és Lengyelországból is érkeznek majd csapatok. A házigazda eddig 17 alkalommal nyerte meg a tornát, és a tavalyi 2. hely után ezúttal ismét szeretnék itthon tartani a győztesnek járó serleget Moravszky Gyuláné tanítványai. Mindenképpen dobogóra várom a csapatunkat. Azt gondolom, hogy érik a 18., de hát ezt így nem szabad, vagyis nem jó kijelenteni, mert babonás is vagyok, de az az igazság, hogy a lányokkal együtt mindent megtettünk azért, hogy minél eredményesebben tudjunk szerepelni a hétvégén. Nagyon rangos, színvonalas mérkőzéseket fogunk játszani. Azt gondolom, hogy a korosztályos válogatott gyerekek is hozzá fognak ehhez tenni, és már az előző tornákon is bizonyították a csapatok, hogy milyen színvonalas mérkőzéseket tudnak játszani, és azt gondolom, hogy ez így lesz most a hétvégén is. A rendező város polgármestere kettős szerepben házigazdaként, valamint a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként lehet jelen a sportág egyik legrégebbi és legrangosabb utánpótlás tornáján. Ennek mindkét szempontból nagyon tudok örülni, hiszen a röplabdánál ez egy nagyon fontos népszerűsítő és nemzetközi színvonalat is felmérő sportesemény, ahol a legszínvonalasabb csapatok vesznek részt. Fontos az, hogy a női válogatott ez évi sikerei után az utánpótlásba is tovább vigyük ezt a hullámot. A Röplabda Szövetségnek ez célja is, hogy legalább 10%-kal növelni a játékosok számát. Ez az idén sikerült, remélem a jövő évek, következő években is így lesz. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap délután 2 órától játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok. Elbúcsúzott a Magyar Kupától a Nyíregyházi KC. Varga Zsolt együttese a legjobb 4 közé jutásért vívott mérkőzésen hazai pályán 35-26-ra kikapott az élvonalbeli Orosházától. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A korábbi 160 férőhelyes Mátészalkai Gyermekvédelmi Központból 48 férőhelyet váltottak ki egy új épülettel. A kétszintes 4 lakóegységből álló új gyermekotthon uniós forrás bevonásával épült a Szatmári városban. A projekt záró rendezvényén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője azt hangsúlyozta, a fejlesztéssel a gyermekvédelemben nevelkedő gyermekek társadalmi integrációját segítik. A telephelyén csaptak le az ellenőrök egy zöldség-gyümölcs kereskedőre, akinél többek között igazolatlan eredetű árut, több milliós pénzkészlet eltérést és LKR szám hiányt tártak fel. A hatóság által lezárt telephelyet másnapra feltörték, így az eljáró hivatalok ebben az ügyben is feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.
Felkészült egy esetleges rendkívüli téli időjárásra a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatósága társszervezetekkel együtt. Ezt a megyei védelmi bizottság elnöke állapította meg. A felkészülésben résztvevő szervezetek decemberi beszámolóját hagyományteremtőnek nevezte Kozma Péter, ahol bejelentették egy életmentő konvoj létrehozását is. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a magasban enyhébb levegő érkezik a talaj közelében lévő hűvösebb felé, emiatt a következő napokban kedvezőek lesznek a feltételek a felhő és köttképződéshez. Éjjel csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, párássá válik a levegő, köttképződhet és eső is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, párás, ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban országszerte mérsékelt lesz a légmozgás, erősödik a köthajlam és többnyire felhős idő várható, emiatt gyengül a nappali felmelegedés mértéke, de a sok éves átlaghoz képest néhány fokkal még mindig enyhébb idő érkezik. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb kis területen fordul elő átmeneti jelentéktelen kötszitálás.